Sziasztok mindenkit, üdvözlök, újra itt vagyunk a Szolna végigjátszás harmadik epizódját látjátok éppen. Kellett még pár másodperc, hogy a textúrák betöltődjenek, és pont itt hagytuk abba az előző epizódot. Kicsit halkabbra vettem a fejhallgatómat. No. Érdekes dolgok történnek. Egy pillanat, ezt az üzenetet muszáj csekkolnom. Na, nézzük, hogy... Igen. Oha. Ha elkezd a karakter szíve dobogni, akkor gond van. Gondolom azt, srácok, hogy most hirtelen nem tudom, hogy merre meg mit kell csinálni jelen pillanatban. Egy apró kis... Elméletileg ezek a beállítások okésak, gammán egy picit húzok. Mondjuk így. Valamivel jobban helyzet. Hát itt ez Zsák utcának bizonyult. Ez most kinyitott a gépajtó? Aha. Szerintem ez a gőz, ez engem szebed. Hát valóban. Úgyhogy ezt a gőzt valahogy meg kéne szüntetni. Ott van egy csap. Ezt el is tekerjük. Vigyázzat, égés veszély. Igen, hozzá. Hopp. Ezt lehet, hogy olyan nem is kellett volna, nem tudom. Most csekkoljuk le. Ah, itt legalább megszűnt. Nagyobb biztonságban érzem magam, viszont... Na, hogy mielőtt megnéznék azt a robotot, kicsit körbenézünk itt. Azta, itt valami nagyon nincs rendjén ezek a rezgések. Y geotermikus erőmű. A B vezérlő állomásban vagyunk, hogyha, ha minden igaz. Thank you.
Ó. Oh. Hát ez érdekes. Kell egy azonosító. Ide is kell egy azonosító. Ennek az azonosítónak egyelőre nem vagyok a birtokában, hogy ez az ajtó is egyenlőre zárva van. Teregettek ki, ráadásul egy nő. Érdekes. Erre tudok menni? Erre tudok menni. Mindjárt megnézzük. Semmi más érdekes, csak ez itt. Na nézzük! Ez nagyon durva volt. Arra is tudok menni. Hello. Hi. Oh God, he's dead. He's dead. Egy kicsit meghalt, igen. Carl Semken 0722, ez az azonosító Carl nekünk szerintem. Igen. 0722. Vissza is megyek, megnézem ezt az azonosítós dolgot. Naplo. Nem lett elküldve az üzenet.
nincsen kapcsolat, nem tudjuk elküldeni az üzenetet. Államfelügyelet. Itt a raktérbe bekapcsoltuk. A hőkamránál nincs adat. Feszültségszabályozó be. Távközlési központ. Gyártóüzem megint NA, szifon megint N per A. Na, személyzet. Állomásvezető Adam Jane, a Theta telephelyen, dispatcher. Ő. Töttere. Munkafelügyelő volt a Carl Semken, akinek a azonosítójával beléptünk. Jó. Jó. És aktívá válik ez a rész is. Tudjátok, olvasni való van, esetleg még valami itt a polcokon. Nem, akkor nézzük. A CCRV-7 fekete doboz rövid bemutatása. A fekete doboz egy precíziós mérőműszer, amely képes felügyelni a viselőjének általános kondícióját. Széles körű megfigyelést és adatgyűjtést végez a testhőmérséklet változásaitól kezdve az agyhullámok aktivitásának méréséig. Az információkat folyamatosan továbbítja a Pátosz 2 felületi egységnek, ez a FEG, hogy az állomás megfelelő klímát és környezetet biztosítson minden helyzetben. Az optimális teljesítmény érdekében kövesse figyelmesen az automata fecskendő behelyezésére vonatkozó útmutatást, hogy az implantátum megfelelően működjön. Tehát ezek a fekete dobozok azok, ha úgy van beépítve, ott, beültetve, ott látszik is ott a nyaknál. Képalkotó plakát. RFID implantátum. Hoppa, igen, ezt megnéztük. Tehát ezek azok a implantátumok, ez a fekete doboz, amit ki tudunk nyerni ilyen információkat a különböző, mint amit az előbb is csináltam. Különböző emberkékből, meg ilyen robotokból is akár. Ugye itt nem mentünk tovább. Belőle tudunk infót kinyerni? Tudunk, persze, hát a fekete dobozt nem tudjuk nézni. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. Really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Oh! Kyle! Hát, szerencsétlen Carl. Eléggé. Kellemetlenül végezte. Felnézek ide. Ó, itt búvárruhák vannak. Amy Azzaro, vele beszélt Carl az előbb. 0735 az azonosítója. Theta, forduljon vissza, lezártuk az Y-t, hogy az tovább működhessen, nehogy elcsessze. Amy Azzaro. Carl nem rajtam múlott. Hű. Volt az azonosító, megnézem, hogyha úgy jelentkezek be. Azzarónak az azonosítójával. Akkor
mi történik. Igen. Ugyanazokat tudjuk megnézni. Na, és a másikon. Szerintem nem változik a dolog. Igen. Igen, igen, nem változott semmi. Jó. Azért megnéztem. Biztos, ami biztos alapban. Hát elmegyünk itt balra. Erre még nem voltunk. Kulterheltük a rendszert, ha meghúzod a kart, nincs visszaút, csak végső elkeseredésben. Még kart? Ezt a kart. Jó, várjatok, még mielőtt bármit is teszek. Még van egy hely, amit nem néztünk meg. Ez érdekes. Ez a robot, ez konkrétan az a hulla, akit ott láttunk a folyosón, Carl Sampson. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, okay, I'm just gonna be... I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? It's not even coming. Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clear memory. Bekerült a tudata a robotba. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Azt rohadt, tehát azt mondja, hogy az emberi testében van, pedig nem. De úgy látja, hogy saját emberi kezét is lábát. Find someone who can help. Látja. I'm really hurting here. Go get some help. Hű, az... Hát ez na, ez para. Itt van valami, ez mi? Hoppá! Please tell Amy! I need help! I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Don't sweat it. Just get me a doctor. Won't a mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny? Give me a medic! But you're a robot! Really?
The robots have legs, hands, a face. You're delusional. Okay, calm down. I won't... Get some fucking help! Get me Holland. Don't touch me. Ne bosszantjuk tovább, szegény. Nem akarja belátni a szitut, hogy ő tényleg egy robot testében van éppen. És azzal a karnak a megtúzásával egyértelműen fájdalmat okoztunk neki, úgyhogy egyelőre inkább nézzük meg ezt. Lehet, hogy ezzel is fájdalmat okozok neki, nem tudom. Sőt, hát egy kis nyírtam. Szerintem kinyírtam. Az meg... Aha. Már nem csinált semmit. Ugye az volt a figyelmeztetésben, hogy csak egyszer húzhatom meg, utána ez már nem módosítható. Amerre menni tudunk, az elméletileg itt a zsirip. Na nézzük. Nem nyílik ki? Erről ennyit. Van még egy út. Itt fölfele ebben a lépcsőn. Ne szórakozz. Miért? Esetleg nem nyílt meg valamilyen interakció lehetőség? Nem. Nézzük. Erre tudunk menni. Na nézzük. Cádiz kiegészítő állapot offline. Utolsó kapcsolat 2103. január 12-e. Korán reggel 5 óra 12 perc 9 másodperckor történt az üzenet. Az általános üzenet, az üzenetnek a megírása, üzenet, Jomeszi. Tudom, hogy nektek jóval nagyobbak a túlélési esélyeitek, viszont innen sokkal szebb a kilátás. Salut! Ha! Hát ez honnan? Ez... Igen, ez Cádizból. Londonból. Állapot offline, utolsó kapcsolat 2003. január 11. délben. Üzenet kedves Miss Vigis Jones Duttir. Igen, nevekkel nem biztos, hogy mindig jó kapcsolatban leszek. Mérhetetlen szomorúsággal tölte, hogy az iroda bezárásáról kell tájékoztatnom. Így a továbbiakban nem áll módotban sem az Y, sem a Pathos 2 támogatása. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önnek, a felettesének,
Jane Adamsnek és természetesen minden alkalmazottnak. Önök egy fantasztikus csoportot alkotnak, és bizton állíthatom, hogy ahol mi elbukunk, önök bátran törnek előre. Üdvözlete James Blum, rendszerigazgató Londonból. Lisszabonból elsődleges 2103. január 12. korán reggel 4:52-kor offline állapot. Az üzenet szövege állapotjelentés a védelmi óvintézkedésekről. Kudarcba fulladt a nemzetközi közösség végső erőfeszítése, hogy elkerüljük a becsapódást. Hoppá! Tegyenek meg mindent, a Pátosz 2 személyzetének teljes készültségben kell várni a rengéseket. A rengéseket? Aha! Amelyek szükségszerűen követni fogják a becsapódást. Értem már! Aha! A becsapódás várható időpontja 5:13. Ez volt január 12-én. Ez pont a becsapódás előtt. Aha. Ez előtte való nap. New York, offline, január 10. 19:24. Jonesy, az iroda bezárt, mindenkit evakuálnak, mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a megtiszteltetés volt veletek és az Y-nal dolgozni, a legjobbakat és sok szerencsét az apokalipszishezben. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény és nagyon creepy is egyúttal. Ja. Na nézzük. Jonesy, has Eva come along? We got everything we need to move. But we can't leave the plant without supervision. Adams decided to leave Amy, Asaro and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on a hold check. Jonesy, lovely morning for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys, I'm Peter Stress, new dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon, when we arrive. All right, Jonesy, have a safe trip. Hey, hello, Theta? Upsilon, what's up? We could really use some direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. Hello? Peter, was it? I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yep. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. What I like to hear. Phew, Anna. No, azt mondja, hogy ide pedig kézi beállítás szükséges, ami mit jelent egyébként? Igen. Y állomás nem hívható. Ja, persze, most az Y-on vagyok. Hülye vagyok, hogy sem komolyan. Theta. Megvan. Ennyi volt? Tépte állomás offline. És valami Strasky dumát. Akkor nézzük a lambdát.
22.03. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Oh, Catherine. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Nem senki. Only robots. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so. Yeah. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to land. How do I get there? There are sound trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. No access to that. Shit. What should I? Oh, fuck. Nem, mi ez? Halló? Halló? Igen? What the hell? How is this possible? Hoppácska. This is insane! Nem haltunk meg. És mintha izébe lennénk valami. Aha, ki tudunk majd lenni. Búváruha szerűségbe. Vagy lehet, hogy csak rosszul láttuk, lehet, hogy végig abban voltunk, csak mi nem érzékeltük annak. Mint hogy a robot is azt mondta volna, hogy látja a saját emberi kezeit és lábait. Amikor Kárlal beszéltünk az előbb, amikor robot testben volt. Na jó van, fiúk és lányok, köszönöm szépen a figyelmet erre az epizódra. Hamarosan, ígérem, tényleg hamarosan folytatjuk a negyedik részre. Mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok!